Közismert dallamokkal érkezett Vasmegyerről Horváth István a Nyíregyházi Egyetemre, ahol az egyetem és a Tanítsunk Magyarországért program oktatói közösen szerveztek Ki mit tudott a mentor program diákjainak. Szeretnék zenetanár lenni. Mi járunk Nagyhalászba, zenekarba. A Tomsis Urok Alapfogó Művészeti Zenekar tagja vagyok. Hát és így nem tudom még a jövőmet körülbelül. A program egyik fő célja, hogy az egyetem diákjai egy mentorprogram keretén belül segítsék a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását. Voltak, akik labdával, mások verssel vagy épp tánccal érkeztek a megmérettetésre. De nem csak a diákok, hanem a mentorok számára is kihívást jelent a programban való részvétel. Aki mentor szeretne lenni, a Tanítsunk Magyarországért programba kell jelentkeznie. Ennek a programnak az első állomása az, hogy egy alapozó fél évet fog teljesíteni az illető. Az alapozó fél évben olyan tudományos tantárgyakat tanul, mint pszichológia, társadalomtudomány, szociálpedagógia, és ha úgy érzi, hogy van mégis affinitása, hogy gyakorlatban is kipróbálja magát, akkor a megyének több iskolájába gyakorlati helyként mi ki fogjuk őt közvetíteni. Ott már élesben 7. illetve 8. osztályos hallgatókkal fog mentoráltként foglalkozni. A hátrányos helyzetű gyerekekkel a mentorok heti rendszerességgel tartják a kapcsolatot, ami átlagosan egy fél év alatt minimum 40 óra foglalkozást jelent. A mentorok ezért ösztöndíjban részesülnek. A mentorált diákokat az adott iskolák pedagógusai választják ki, miután felvették az egyetemmel a kapcsolatot és bekapcsolódtak a programba. Ez volt az első Ki mit tud, amit a mentorált tanulóknak szerveztek színpadi és rajz kategóriában.